Az Egyházmegyei Zeneközpont felelős vezetőitől született meg az elmúlt két esztendőben az a gondolat, hogy az egyházmegyei kórus találkozóknak folyamatosságot biztosítva az ott fellépő kórusokat hívják meg havi rendszerességgel a nyár folyamán a Nagyváradi Székesegyházba, ahol a vasárnapi liturgia zenei részét felvállalják, így jobban elmélyítve a kórustagokban az egyházhoz való tartozást. 2013-ban és 2014-ben vidéki kórusok tisztelték meg jelenlétükkel és szolgálatukkal a Székesegyház híveit. Idén a meghívást nagyváradi plébániai kórusokhoz intézték. 2015. június 7-én, vasárnap a 11 óra 30 perckor kezdődő szentmisén a Nagyvárad szőlősi plébánia kórusa szolgáltatta a liturgikus zenei részt Józsa Domokos vezetésével. A szentmise végén a vendégkórus az oltár előtt a nagyváradi székesegyház felnőtt kórusával együtt adta elő a záróéneket. Ma Hajduda János székesegyházi káplán, aki a szentmisét celebrálta, emléklapokat adott át a kórus tagjainak. A következő hetekben két másik nagyváradi vendégkórus látogat el és énekel a Székesegyházban. A Nagyvárad velencei szeplőtelen fogantatás plébánia kórusa 2015. június 21-én, illetve a Nagyvárad olaszi plébánia bihari Sándor kórusa 2015. július 5-én.